Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! Ismét elérkeztünk egy háborús filmes videóhoz, mivel a németek nagyon ügyik voltak, ezért felvettem az zubbonyukat. Ugye a videó címe 2022 háborús filmjei, 2023-at írunk, és a videóban zömével 2021-es háborús filmek lesznek, de ezt már megszokhattátok, hiszen 2022 évvégén mindig azokról a filmekről csinálok videót, amik éppen abban az évben felkerülnek egy bizonyos oldalra, aminek a neve. Úgyhogy 9 darab 2021-es, és 6 darab 2022-es háborús filmbe fogunk ma egy nagy fejest ugrani az egész témába. 9. helyen az Ave Maria, vagy a Hell, Fury áll. No, kezdésnek kapunk is egy 70-es évekbeli jugoszláv partizán filmeket megszégyenítő haláljelenetet. Szóval hát a legmélyebb amatőr háborús filmek bugyraiból indulunk. Viszonylagosan innen már csak felfelé vezet az út. Az alaptörténet egy Kelly hősei, de negatív árnyalatban. Egyébként a színészi játékuk nem rossz. Főszereplő francia kollaboráns hölgy is jól hozza ezt a számító, kicsit félig meddig már őrült, rafinált hölgy szerepét, halni és ölni. Na, ebben a filmben ez a kettő borzasztó, tehát a Devecseri Színjátszó Klub az csak tanulhat a drámai halálozások terén ettől a filmtől. Viszont nagyon megörültem a filmben, mikor megláttam a nagyon sok statisztával, nagyon sok egyenruhással felépített katonai menetoszlopot, Wehrmacht és SS menetoszlopot a filmben, kifejezetten jól néztek ki. És nem soká jön egy következő kép, ahol kettő pancerfalusztos vagy pancersrekkes német csávó ilyen Bundeswehr lencsemintában feszít. Ahhoz a vágóképhez miért nem találtak már két normális egyenruhásat? Na most ugye van egy központi SS tisztünk, miért ne lenne mindig van, az a szerelmi szál, ami közte és a francia hölgy között van, az nem lett rossz egyébként, csak az volt a problémám, hogyha én ránéztem az SS tisztre, marhára nem egy német fószer jutott eszembe, hanem sokkal inkább ilyen 89-ben tömegbe lövő román szekuritát fickó. Látszódik az, hogy a rendező, producer, meg bárki, aki dolgozott ezzel a filmmel, nem foglalkozott azzal, nem érdekelte őket annyira a film, hogy az apró hibák, óriási hibákat, azokat kiköszöbörüljék. 8. helyezett a Chang-Yingi csata? Drága elvtársaim! Mao Tse-tung dicső fénye megvilágított ezen film erejéig minket. Ekkora háborús propaganda filmet láttam már, de jó régen volt. Úgyhogy köszönöm a filmnek, hogy emlékeztetett rá. Két főszereplőnk van, illetve lenne több szereplő is, de egyiknek sincs olyan karaktere, hogy egyáltalán két mondat után megjegyezzem, még a két főszereplőt beazonosítani is marha nehéz volt. Nem, ez nem azért van, mert ázsiaiakról van szó. Szóval a dél-koreai háborús filmekben mindig megjegyezhetőek a főbb karakterek. Itt a hiba, a színészi játék meg a forgatókönyvben rejlik. Hagy emeljek ki egy jelenetet, ami a filmbéli kontrasztot majd nagyon jól fogja megmutatni. Repülőgép jön, kínai katonák menekülnének, repülőgép tüzet nyit, kínaiak halnak. Kínai katonák csonkolódása zseniális, tehát az hihetetlenül realisztikus. Ellenben a repülőgépek bakker, volt egy Pentium 3-as gépemen futott repülőgép makettet irányítós játék, abban a repülőgép sokkal szebben nézett ki, mint ebben a filmben. Beszéljünk az amerikaiakról. MacArthur tábornok, nagyjából egy Hitler. Az amerikaiak akcentusa az brutális. Ha ha ha, we will kill the yellow communist peoples, ha ha ha. A film végén van egy bűnhosszú csatajelenet, marha unalmas és kevés változatosság van benne, ráadásul este, sötétben. Ezt azért már a Trónok harca utolsó évada óta tudjuk, hogy vagy világítsák meg rendesen azt a rohadt testi jelenetet, vagy meghagyják a picsába. Észak-Korea területét szinte, hogy úgy kezelik ebben a filmben, mintha az kínai föld lenne. Ez a perspektíva egyébként kifejezetten érdekes volt, és emiatt érdekes volt megnézni a filmet. 7. hely, Lecsik, Russia. A repülőgépek kinézete itt már jobb. Az orosz háborús filmekben általában a szerelmi szál, talán a szevasztopoli csatát kivéve, ami egyébként ukrán-orosz film volt, mindig bűn, szörnyű. Nem csöpögős, olvadós. Képtelen érzékenységet produkálni, de azért bűn mindenhol rózsaszín felhőket kéne látni, meg drámai szerelmet. Egy pillanat erejéig nem tudtam én azt elhinni, hogy az a csaj, meg az a csávó szeretik egymást. A jelenben játszódó sztorit leginkább az Ameddig a lábam bírja című filmhez tudnám hasonlítani. Nagyon
sokáé egy ilyen túlélős, menekülős filmet látunk. Nem a legjobb ebben a témában, de azt mondanám, hogy a természettel való harca ennek a szovjet katonának nem volt rosszul reprezentálva. A film utolsó negyedébe kapjuk meg azt, ami lényegében a film lényege. Ugye itt az amputált lábú pilótákról van szó. Sokkal többet néztem volna meg abból, ahogy ez az orosz katona pszichológiailag elfogadja ezt az egész helyzetet, amibe került, hogy ezzel hogy vívódik, hogy ezzel hogy küzd, onnantól kezdve, hogy amputálják a lábát, odáig, hogy eljutunk a film végi csatajelenet, nagyjából addig ér valamit, ez egy 15-10 percet takar. Nagyjából a film végi repülőzős csatajelenet nem volt túl izgalmas, sőt, abszolút nem volt az. Hatodik helyezett, Marakkar, fesztényekelnek benne. Az oroszlán király az érzed már a szívszavát, és hasonlóakkal elbújhat az indiai filmek mellett. Egyébként az indiai filmek mindig látványosak. A sztori eredendően sosem rossz. A karakterek közül mindig van több, akik jók. A filmnek köszönhetően megtanultam, hogy a portugál gyarmatosítók között nagyon rosszak és nagyon gonoszak, de nem is ez a legnagyobb baj velük, hanem hogy az utószinkronjuk az be van elesdézve. Keményen. Szerelmi szálnak, stb. Itt is nagyon nagy jelentősége van. Olyan, mint általában minden indiai filmben, török sorozatos. Na viszont az utolsó jelenet. All you have to do is beg for forgiveness. Cry out. Say it! Just say it. Yendra gorle katore! Minden esetre nagyon komoly azt látni, hogy egyébként az indiai nézőközönség az megőrül ezekért a filmekért. No, ötödik hely, természetes fény, végre egy magyar film. Ha csak az lenne a baj ezzel a filmmel, hogy a magyar katonák negatívan vannak beállítva, még nem is lenne olyan vészes a helyzet. Bennem azért ott lakozik a kis ördög és felvetődik a kérdés, hogy ha van pénz, mert látszik, hogy van, a látványvilág csodálatos, a kameraminőség gyönyörű, nagyon jók a fényefektek, nagyon jók a vágások. És mindenféleképpen magyarok plusz tragédia lenne az alaptémánk, miért nem a Donkanyarról készítettünk háborús filmet? Mondok jobbat, miért nem a délvidéki vérengzésről készítettünk filmet? Nagyon pozitívan értékeltem azt, hogy van ambíció arra, hogy a film korhű legyen. Még a beszédben is. Sokszor éreztem úgy egyébként, hogy bajban vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy most ez ennyire autentikus, vagy egy-egy színész éppen abban a pillanatban olvasta fel a szerepét először, viszont semmi érzést nem adott át a népírtásból. Mint egy érzés, mint egy tragédia, mint egy dráma. Faház, tűz. Ennyi a történet. A Voli nevezetű lengyel filmben is egyszerűen történtek a dolgok, és mocskosul át tudta adni a drámát. A Jöjj és lásd más téma, az nagyon irodalmias, hihetetlenül művészfilm, groteszk, de az is illett a témához, ugye az a Hatinyi vérengzés dolgozza fel. Vagy látványvilágban kellett volna több brutalitást adni, vagy pszichológiailag kellett volna hatni, vagy nagyobb drámát belevinni, de ez így marha üres volt. Echte unalmasnak nem lehet mondani, de abszolút nem kétszer nézős film. Negyedik helyen a Végső csapda című film áll. Nagyon vártam ezt a történetet, érdekelt, hogy arab szemszögből hogyan van reprezentálva egy közel-keleti konfliktus, nagyjából sehogy. Az amerikai háborús filmeknek a teljes Ctrl-C, Ctrl-V sablonjára van felépítve ez a film, semmi arabosság nincs benne. A film túlnyomó részében egy helyen vagyunk, ahol a katonák várnak. Értem én, valós esemény nem kell túlheroizálni, nem is szükséges, visszaemlékezések. A katonák civil sztoria. Ez kellett volna ebben a filmben, pláne, hogy arabokról van szó. Tehát egy teljesen új világot adott volna nekünk, és ehelyett üres karaktereket kapunk, akik nincsenek megtöltve csak a katonasággal. Amit meg már láttunk 5 milliószor, a Trump éraik tömegével gyártották a rosszabbnál rosszabb iraki, de marha nagy költségvetésű háborús filmeket a jenkik. De ebbe a nyomorult helyzetbe, amiben ezek a katonák kerültek, nagyon jó esett volna, hogyha át tudom érezni a helyzetük. Ha láthatok valamit az emberi mi voltukból is. Az igaz történet, a látvány, a pénz megvolt a filmhez. Nulla plusz
ötlet volt. Harmadik helyen a Vagdalt hús hadművelet áll. A film egy érdekes, mozivászonra illő, folyamatosan pörgő, marha unalmasnak tűnő történet. Nem tudtam elképzelni, hogy mit fog tudni ez a film ebből kihozni. Kihozta a maximumot, amit ebből a titkos akcióból ki lehetett. A film legnagyobb erénye az a színészi játék, az zseniális. Itt is nyilvánvalóan mi más lenne az egyik legfontosabb szál, mint a romantikus szerelmi szál. Nincs rosszul reprezentálva a filmben, emészthető. Nagyon tetszett, hogy hozza azt a világot. Tehát marhára nem akar modern lenni a szerelmi szálban a film. A szerelmi szállal próbálta pótolni a film végén hiányzó csattanást, ez viszont már szerintem annyira nem ment a filmnek. Második helyen az Onoda, a látványvilág a 2020-as évektől mocskosul elmaradt, de még azt is mondhatnám, hogy a 2010-es évektől is. A vágások, a kamerabeállítások szintén nagyon gyengék. Szörnyen amatőr jelenetek vannak a filmben. A pofoszkodás, mint amikor a valamelyik Piadone filmben az ázsiaiak ütik Bud Spencert, hogy tss-tss, ugyanakkor az a hihetetlenül érdekes és még hihetetlenebbül elgondolkodtató életrajz, ami Onoda Hiro 10 000 éjszakáját takarja. A film annyira részletesen, annyira aprólékosan bemutatja ezt nekünk, az valami csoda. A két különböző világ egymás mellé állítása. Az a világ, amiben Onoda katonává nevelkedett, egy különleges katonává, azok a jelenetek zseniálisak, amik a speciális katonai kiképzéshez kapcsolódnak, annyira átadta azt a japán katonai virtus. És ezt szembeállítani azzal, ahogy találkozik a modern világgal, ahogy realizálja, hogy évtizedek teltek el, rettenetesen megható volt látni, ahogy realizálja a változást. A kiképzés pszichológiai része külön kiemelendő. A japán katonai gondolkodás soha nem láttam még egyébként ennél jobban filmvászni. Jaj, most néztem vissza a felvételt, elnézést kérek, nem fogok terrorizálni most már senkit ezzel a kis kaukázusi juhászkutya szörmével itt. No, és a 2021-es háborús filmek abszolút győztese az Árnyék a szememben. Zseniális színészi játék, zseniális történet, egy nagyon érdekes, elfeledett témát dolgoz fel a film. Ahogy reprezentálódik ez a bombázás, az az igazi dráma. Fuldoklóan fájdalmas a film végét nézni. Pontosan azért, mert annyira szép, annyira jó, annyira vidám, annyira aranyos jeleneteket is tartalmaz. Nagyon jó a gyerek színészi játék. Eseményről röviden, Dióhéjban szövetségesek által elkövetett tömeges civil halálozásokat eredményező bombázás. Nagyon jók a karakterek, rettenetesen jók a párbeszédek benne. Van egy apáca, aki tökéletesen hozza azt a tiszta, szűzies, gyönyörű, de mégis nagyon komplikált és mégis nagyon összetett karaktert. Van egy dán fasiszta kollaboráns. Az ő kettejüknek minden párbeszéde az zseniális. Ennyire zseniális, jó, rossz, ördög, angyal, Ádám, Éva karakter, párt, én nem tudom, láttam-e egyáltalán még valaha háborús filmekben, látványvilágban, történetben, jelenetekben, vágásban, mindenben kiváló. Na hát jöjjön 2022 és induljunk el a hulladéktól. Hatodik helyen a Spitfire, ki merészelt ehhez magyar szinkront csinálni. Hogy lehet valami ennyire rossz, hogy még ahhoz a mondathoz is leépíti az agyamat, hogy ez bizony szar. Semmi nem történik. Semmi. Ocsmány a repülő, ocsmányabb, mint a kínai filmben, és semmi másban nem kellett volna jónak lennie. Látunk egy marha csúnya repülőt, meg látjuk a repülőben lévő pilótának a premier plánját. Főszereplő a szerelmes magába, sokkal jobban szerelmes azonban abba a kis erotikus hölgyet ábrázoló rajzba, ami van neki a repülőgépébe, hozzá beszél, ez nagyjából a történet. Nem értem, hogy a film egyik pillanatban miért fekete-fehér, a másikban miért színes. Öngyilkosságra időt pazarolni. Helyezett az elveszett transport. Covid film a második világháborúban. Maszk, karantén, hőmérő, látod? Megcsinálták a második világháborúban is, felvették a maszkot akkor is. A film mondani valója nagyjából ez. Három főszereplőnk van, a sztori elméletileg arra akart kiukadni, hogy ez a három szereplő mennyire más, mennyire különböző, és a végén mégis mennyire összemelegednek. Nem történik meg, nincs karakterfejlődés, így ennyi. És a következő pillanatban már isznak együtt. Egyik színész sem tudta beleélni magát a szerepébe. Olyan borzasztó volt látni, hogy küzdenek a saját szerepükkel, hogy hihetetlen. Van egy zsidó nő, aki a párjával együtt van, a párján keresztül van egy dráma, marhára nem érzem egyébként benne a drámát, az inkább a covidos lesz. Egy mimikát sem lehetett leolvasni az arcáról, egy érzés sem, ami arra utalt volna, hogy egyébként
egyébként ő most éppen túlélte a holokausztot. Szovjet katona csaj nagyjából olyan volt, mintha egy insta influencer beöltöztetté volna szovjetnek, ennyit tudott átadni. A német hitlerjugendes kis csaj pedig, hát elvették a kenyerét, a zsíros kenyerét az óvodába. Pedig ha a filmben valakivel dráma történik, az ő. Mert hogy a szovjetek egyébként megölik a film elején az anyját. Smafu! Senkit nem érdekel! Nem dráma! Nincs a későbbiekben sem erről szó. Az a dráma, bazd meg, hogy a szovjet katonacsajt nem húzza meg a szovjet doki. Ennyire megtört a háború, hogy már baszni se tudok. Ott a Mózin Nagantja, vagy az Isten tudja mi, azzal alszik, oldja meg. Az egyetlen dolog, ami miatt nem ez a film 2022 legszarabb háborús filmje, az az, hogy hát egyrészt a Spitfire az sokkal borzalmasabb volt, másrészt meg, hogy a film 62. percében végre a szovjet katonacsajt, a doki megbaszta. No, ezzel most megküzdök. Negyedik helyen a Samrat Prithviraj, indiai háborús film. Most már éneklős karakterünk is van, aki elénekli ezt az egész történetet. Mint kiderült, olvasgattam kommenteket, nem értek az indiai történelemhez. Finginyi ideig sem szólt arról a történelmi szeméről, akiről kellett volna, valami kitalált indiai Marvel karaktert csináltak belőle. Ugyanazokat tudnám elmondani, amiket az előző indiai filmhez. Annyit emelnék ki talál, hogy érdekes volt látni az akkori indiai hatalmi viszonyokat. Harmadik helyen medieval, végre európai középkor és közép-európai középkor. Az elején világossá válik azért, hogy viszonylag amatőr filmről beszélünk, nem nagy költségvetésű. Jan Zsiskáról, vagy egy Jan Zsiskára építő karakterről szólna lényegében az egész film. Ő azért egy nagyon érdekes középkori karakter, az egész huszita lázadás is azért érdekes. Nagyjából erre építene a film, csak sajnos a film nem a történelemre akarja felépíteni a filmet. Zsigmond király annyi, hogy vannak neki ilyen 21. századi filmipari jellemvonásai, azon kívül meg vallás. Pedig azért Zsigmond királlyal kapcsolatban azért mégiscsak sok mindenre lehetne tenni utalást, ahogy a Jan Zsiska esetében is. Volt pár évvel ezelőtt, nem jut eszembe a film neve, 100 éves háború volt az alapsztori, és két főszereplő van, akik egy nő miatt párbajoznak egymással. Na ott átjön a középkor, minden porcikájában. Ebben a filmben is van romantikus szál, és a romantikus szál annyira semmi középkort nem ad át, hogy hihetetlen. Ez az egész filmmel a legnagyobb baj. Nincs középkor. Beöltözött emberek vannak. Másik, könyörgöm, csehek. Mi az Istenért van az, hogy Zsigmond király kunyáit, akik egyébként ebben a filmben zsoldosok, egy fekete, színesbőrű fószer vezet. Talán nem a legnagyobb parancsnok, de a másodparancsnok. Nem ár. Így is elég volt, hogy a vikingeknek a spin-offjában fekete pógármester asszonya van Kattegatnak. A legnagyobb baj a filmmel az, hogy nincs történelemhűség. Második hely, svéd háborús film, Fekete rák hadművelet. Maga az egész sztori is érdekes, hogy pont a svédek csinálnak egy háborús filmet. Ez egy fiktív, jövőben, közeljövőben játszódó háborúval kapcsolatos. Sokkal inkább apokaliptikus, túlélős film hangulata van, mint sem háborús. Nem is tudunk meg sokat egyébként a háborús körülményről, polgárháborúról van szó, van egy külső támadó. És én azért, lehet, hogy túl gondolom, de láttam benne, éreztem benne egy kis Covid utalást is, nagyon más szemszögből, mint a tranzitos filmnél, de lehet csak azért asszociáltam erre, mert hogy a svédek ugye máshogy kezelték ezt az egész Covid kérdést. Ezt nem akarom lelőni, mert ez a filmnek a lényege, és egyébként ez nagyon érdekes volt benne. Az időjárással játszik legjobban a film, a hóval, a faggyal, a természet adta kihívásokkal, a jéggel. Főszereplő sztoria nagyjából éppen annyi, amennyi kell. Nem lett túltolva, nem tudtunk meg túlságosan sokat, egyik szereplőről sem. A párbeszéd jelenetekben éreztem hiányosságot. Én kicsit a több életet hiányoltam a filmből, voltak vontatott jelenetek, de ettől függetlenül szerintem ez egy jó belépő volt a svédektől. Első helyen pedig szerintem sokan gondolják, hogy melyik film lesz abszolút győztese 2022-nek. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, ha tetszett a videó, akkor segíthetsz nekem egy megosztással, ha pedig szeretnéd támogatni a csatornámat, a videó leírásában megtalálod a linket a Patreonomhoz.